Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó... Hát már megvolt a 2021 kedvenc könyvei, úgyhogy igen, kell a 2021 a legrosszabb olvasási élményei videó is. Nagyon sok könyvet olvastam 2021-ben, szerencsére egyébként nem volt olyan sok közötte, ami kifejezetten rossz lett volna. Ami szerencsés. Volt pár könyv, ami nagyon nem tetszett 2021-ben, és de az minden, hogy tényleg nagyon nem tetszett, de hogy így nem volt ettől több, mint amit most föl fogok sorolni igazából, tehát itt pont ennyi volt, ami tényleg olyan minősíthetetlenül nem tetszett, nem minősíthetetlenül, de fölhúzott nagyon és nagyon nem tetszett, vagy valami aspektusa a könyvnek nem tetszett, úgyhogy nézzük is őket. Ebből az 5 darab könyvből, ami ebben a listában van, 4-et nem fogok tudni mutatni, csak egy darab van meg. Ja, és ez sose, tehát a kedvences videó sem olyan, hogy az a sorrend, hanem így össze-vissza mondom az 5-öt, hogy ez volt az 5 olyan könyv, ami a legkevésbé tetszett. Sorrend nélkül, tehát hogy nincs top legrosszabb, vagy az ötödik legrosszabb ilyen során nincs. Na, akkor mutatom azt, amit tudok. Helen Hongtól a szerelem egyenlete. Ez a könyv nem lett volna rossz, meg nem készültem arra, hogy rossz lesz. Az egyetlen dolog, ami nagyon durván elrontotta az olvasás élményemet, az a szokásos dolog, ami az ilyen könyvekben benne van, mégpedig az, hogy ez a két nyomorult karakter nem volt hajlandó kommunikálni egymással, és nem is ezzel volt a legnagyobb probléma, hanem amikor annyira szándékosan direktben érti félre egymást két karakter, hogy meglegyen a mély pont, azon felhúzom magam. Egészen odáig ez egyébként nem volt egy olyan kifejezetten rossz könyv. A rossz kommunikáció az benne volt, aminek egy részét meg tudom érteni, mivel az főhősnőnk Asperger-szindrómás, tehát hogy ebben volt egy tök jó reprezentatív vonal, de hogy amikor a mélypontot ez jelentette, hogy ez a kettő szerencsétlen szereplő, tehát annyira feltűnően szándékosan értették számomra félre egymást, tehát hogy ez a direkt félreértettük a helyzetet csak azért, hogy lehessen egy mély pont, amiből utána nyilván egy 20 oldallal később följövünk. Tehát, hogy ez hihetetlen mód ki tud engem akasztani a könyvekben, és ebben is kiakasztott. És ezért valami 2,5 csillagot kapott talán ez a kötet tőlem, pedig egyébként nem volt rossz. Igazából ez a könyv nekem ezért nem jött be, mert az a rész hihetetlen módon irritált. Ez a csak azért se értsük meg egymást, és még ráadásul utána nem is beszéljük meg a dolgot, hogy még inkább rátegyünk arra, hogy direkt nem értjük meg a helyzetet, vagy direkt félreértjük a helyzetet. Tehát fejbe tudtam volna magam lőni azon a ponton. És innentől kezdve nem tudom a többit mutatni. Lesznek olyanok, amikről nem fogok sokat beszélni, mert mondok nagyon hosszú rend videóim ezen a csatornán már róluk. Igen, kitalálhattátok már a Stage Dive sorozat. Nem az egész sorozat, mert a második és a negyedik rész arról annyira nem renteltem. A második rész az egész jó volt, a negyedik rész is, ahhoz képest, amilyen az első és a harmadik rész volt. A legrosszabb az egészben szerintem számomra, a harmadik rész volt. Igen, ezt nem mondtam el, mert így néha elfelejtem, de hogy tudjátok, ez személyes vélemény, senkinek nem kell magára vennie. Én így gondolom, ettől függetlenül másnak nem kell ezekről a könyvekről így vélekednie, meg ezt nem is várom el, meg semmi ilyen. Tudjátok, szokásos, nekem nem jött be, nektek lehet, pont. Van ilyen. Na igen, nekem nem jött be ugye a Stage Dive, de mindegyik könyvről van egy vlog. Egy olvasó vlog ezen a csatornán, úgyhogy a Stage Dive 1 és 3. részét, azt lehet csak ide így belinkelem. Mert hogy ezek fél óra, 40 perces vlog videók, amiknek a 3/4-ében szerintem kirentelem a problémáimat, szóval nem érzem úgy, hogy így kellene, hogy tovább magyarázzam. A lényeg az, hogy a nagyon szexi rockstárok és a toxikus kapcsolatok így topzódnak ebben a sorozatban, és nagyon sok problémám volt ezzel a két könyvvel, főleg a sorozatban, szóval de ott vannak róluk a vlogok, tényleg, tehát tudom, hogy a könyveknek a lényege, hogy részben fikcionálisak, de hogy ez annyira fikcionálisan hülyeségek voltak benne, hogy így mondom, ezt én már nem hiszem el. Még nem is akarom. Na mindegy. Tehát a Stage Dive sorozat az egy életre szóró traumát okozott nekem. De igen, nem szeretném újraolvasni. Pont valamelyik nap küldték, hogy valami új könyve kijött a nőnek, és mondtam, hogy nem, vigyétek innen, nem csinálják ezt végig még egyszer, nem.
Nem, befejeztük Kylie Scott könyveivel a dolgot. Meg úgy unblock az erotikus könyvekkel, én egy előre nem szeretnék sokáig újra hasonlót tapasztalni, mint a Stage Dive-val, mert na mindegy. A következő, a legrendelősebbet hagyom a végére. A következő az a Pan's Labyrinth volt, a Faun labirintusa talán magyarul, nincs lefordítva, de ez egy filmből készült könyv, és a filmnek magyarul az a címe, hogy a Faun labirintusa. Angolul meg az, hogy Pan's Labyrinth, és ezt Guillermo del Toro és Cornelia Funk írta együtt, vagy hát ugye Guillermo del Toro-nak a filmje alapján írta Cornelia Funk. Nem tudom, hogy pontosan hogy volt a kivitelezés. A lényeg az, hogy én ezt a könyvet nagyon untam. Ez egy 6 órás hangos könyv volt egyébként, hangos könyvben 6 óra volt, a film 2 órás volt, a film is elég unalmas volt számomra, egyébként egy Oscar-díj nyertes film, tehát de nekem nagyon nem jött be. És a könyv az így próbált hozzákölteni dolgokat, de hogy közben halálra untam magam. És a kétszeres sebességen is nagyon lassan haladt előre a sztori. Az a helyzet, hogy már eltelt lassan egy hónap 2022-ből, és így viszonylag régen olvastam ezeket a könyveket már, és így annyira nem érzem most ezt a rendelést egyikhez se. Meg már, hogyha rendelni akartam, azt kirenteltem magamból. Szóval igen, ez se nagyon jött be. Jó, amint még nagyon felhúztam magam 2021-ben, az Camilla Eilitól volt ez a Fool Me Twice at Christmas című könyv, és azért, mert ez megint ez a fajta könyv volt, amiben direkt nem kommunikálunk, meg direkt félreértjük a helyzetet. Tehát, ha ez van egy könyvben, garantált, hogy én föl fogom húzni magam, és földhöz akarok valamit vágni, ez esetben a telefonomat, mert hangos könyvben hallgattam, és amikor a buszon már így remegett a kezem, hogy mindjárt ripityára töröm a készüléket, mert nem bírom tovább hallgatni, de már csak kb. Egy óra volt belőle hátra, de annyira topzottak a hülyeségek benne, hogy nem tudok könyvet abba hagyni, ez az egyik problémám, tehát pedig kéne, mert azt a könyvet nagyon abba kellett volna hagyni a felénél. Csak addigra már egy csomó órát beleöltem, úgymond, hogy hallgatom, és így nem akartam, na mindegy. Tehát ez a könyv volt az, ami arról szólt, hogy szétmentek, de a szülőknek nem szóltak, és akkor eljátszották, hogy még mindig együtt vannak, de akkor egy csomó hülyeség így rájött, hogy véletlen elegyezték egymást, véletlen azt mondták, hogy terhes a csaj, vagy azt hitték a szülők, és nem volt szívük megmondani nekik, hogy igazából szakítottak. Meg ugye az egész új kampányukat rájuk, és az ő kapcsolatukra építették fel, és hát nincs szívük megmondani, hogy amúgy már nincsenek együtt, és azon a végén véletlenül egészen a legvégén majdnem összeházasodnak, csak az oltár előtt teszük bőt, hogy lehet mégis most már el kéne mondani, hogy ja, amúgy szakítottunk. Na igen, úgyhogy ezen egy kicsit felhúztam magam, azon a könyvön, nem tudom, másfél csillagot adtam. Egyébként az volt a vicces, hogy így egész jól indult, de amint elkezdték ezt a nem tudjuk elmondani a szülőknek, meg nincs szívünk, és jaj, így értjük félre a helyzetet, jaj, így nem igazítjuk ki őket, meg nem. Tehát, hogy én értem, hogy néha nehéz dolgokat lekommunikálni, de ez annyira idegesítő tud lenni, hogy így az az egész sztori, hogy nem kommunikálunk. Annyira erőltetett volt az egész. Annyira szar volt. És elérkeztünk a legutolsó könyvhöz, amit még januárban olvastam, úgyhogy így a haragom már lehet leülepedett azóta. Ez pedig nem más, mint Ernest Cline-tól a Ready Player 2. Ready Player 1 az egy csodálatos könyv volt. A Ready Player 2 az nagyon nem. A fő pontok, amiért a Ready Player 2 nem egy jó könyv, egy annyira durván belemegy popkulturális utalásokba, hogy ha csak nem vagy hatalmas nagy, de tényleg olyan óriási nagy 70-es, 80-as évek fan, akkor cseszeted. Mert semmit nem fogsz megérteni az egész könyvből. Az egyetlen helyen, ahol így vágtam, miről van szó, az a gyűrűkúrás rész volt benne, mert pont olvastam a Silmarillokat és tudtam, miről van szó, de nem ennyire részleteiben én sem emlékeztem volna rá. Tehát, hogy olyan réteg dolgokba belement, ami hihetetlen, popkulturális berkekben jól mozgó ismerősöm mondta, hogy ez nagyon sok volt, tehát még ő se értett mindent, pedig ő vágja az ilyen dolgokat. Nagyon gyenge volt a sztori, ez az egész újfajta ilyen headset dolog nekem nagyon nem jött be, ráadásul a vége ennek is annyira fölcseszett engem, hogy valami hihetetlen. Tehát, hogy ez a vége, hogy a mesterség a saját magukról készült agymásolatot
emlékekkel, mindennel, mesterség és intelligenciájával alakítják, föltöltik egy hajóra, azt kilövik az űrbe, hogy majd egyszer csak hátra találnak egy új bolygót, és így végül is mindenki örökké fog élni, mert hát ott van az agymásolata a mesterséges intelligenciaként, mert hogy a bolygót már nem lehet megmenteni, so fuck it, szóval így annyira mind blown-ly utáltam azt a konklúziót, amit oda belerakott a végébe egyébként, hogy hú, az elkönyvolvasómat is majdnem földhöz vágtam. Nem érte volna meg. De hogy tényleg ez a koncepció, hogy hát a Földet azt már nem lehet megmenteni, de majd hát talál a mesterséges intelligencia, a másolatunk valami élhető helyet. Addig meg megy az űrhajó. Ez egy pici rendet sikerült belevinnem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Nem világmegváltást vártam, de ez a mentalitás benne, ez rohadtul nem tetszett meg. Én nem értek egyet azzal, hogyha van az agyalapodról egy másolat, akkor az egyenlő azzal, hogy örökké élsz. Mert volt benne valami ilyesmi mondat is, hogy hát így kvázi örökké élünk, és így nem. Az egy tök más dolog. Meg az már nem te vagy, az egy másolat, az egy tök más dolog, és ráadásul még gépi alapú is. Mindegy, szóval, hogyha valaki olvasta a Ready Player One-t, légy szíves, ne olvassa utána a Ready Player Two-t. Max akkor, hogyha ilyen nagyon nem, akkor se. Tehát a sztori se állja meg annyira a helyét, mint az elsőben. Tehát az elsőben Wade is egy tök menő ember volt, mert tök jól tudta a dolgokat és vágott az össze. A második részben meg csak így van és depis, tehát hogy így ennyi. Kicsit olyan a Ready Player Two, mint a Simon Snow sorozat második része, hogy így van, de nem tudjuk miért. De hogy eleve miután elolvasta az ember a Ready Player One-t, így nem érti, hogy mi tud történni egy második kötetben? Semmi. Igazából ez röviden rá a magyarázat. Semmi, amire el kéne pazarolnod az idődet. Van, aki megtette, mint én, nem éri meg. Szerintem. Nagyon nem éri meg. De így azt hiszem a legnagyobb Ernest Cline fanok szerint sem, tehát nem sok embernek jött be az a könyv, az a második rész. Valakinek igen, de nagyon sok embernek nem. Igen, szóval röviden tömören ezek voltak a tavalyi évem legrosszabb olvasásai. Kicsit fáradt vagyok, ez lehet látszik rajtam, de nemrég értem haza Szegedről, ami 3 órás buszozás után jelent. 3,5, várakozással együtt 4. Szóval igen, de így nagyjából ezek voltak a legrosszabb könyveim. Kommentben írjátok meg, hogy nektek mi vagy mik voltak a legrosszabb olvasás élményeitek tavaly. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like-ombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!